Vásárosnaményban találkoztak a térség polgármesterei csütörtök délelőtt. A Magyar Falu program részleteit ismerhették meg a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztostól. Gyopáros Alpár arról is tájékoztatta a résztvevőket, hogy az összesen 75 milliárd forintos keretösszegből gazdálkodó program februártól indul, és minden 5000 lélekszám alatti település jelentkezhet rá, akár kisvárosok is. A fejlesztési lehetőségek ütemezetten jelennek meg. Az év harmadik negyedévben írják ki majd az utolsó, 18. célterület pályázatát. A 18 célterületen kívül megfogalmaztunk további 12 alprogramot is, tehát összesen kb. 26-28 olyan célterület van, ergo mondhatjuk azt, hogy egy nagyon széles étlapot kínálunk a települések számára, és tulajdonképpen a települések maguk határozhatják meg, hogy erről az étlapról hogyan állítják össze a menüjüket. Klasszikus történetekről beszélünk, intézményfelújításokról, intézmények működésének javításáról, bölcsödék, óvodák, orvosi rendelők, mélyépítési munkákról, járdák, belterületi utak felújításáról, temetők, ravatolozók felújításáról, falugondoki szolgálatok minőségének javításáról, falugondoki és tanyagondoki buszok cseréjéről vagy buszvásárlási lehetőségről beszélünk. A tájékoztatón kiemelték, 2019-ben további 75 milliárd forint áll rendelkezésre mellékúthálózatok, állami 3-4 vagy 5 szemjegyű utak javítására, valamint az úgynevezett falusi csok elindítására. Utóbbi programmal a vidéken maradást segíti a kormány. Gyopáros Alpár vásárosnaményi látogatása országjárásának 32. helyszíne volt. Erre azért van szükség, hogy a polgármesterek véleményét is kikérje a kormány a pályázatok kiírása előtt. Ez egy összehangolt tervezési folyamat, tehát természetesen a települési vezetőkkel végig fogjuk azt beszélni, hogy a toppos pályázatokból milyen fejlesztést tudtak megvalósítani, mert önmagában fejleszteni az csak egy dolog, minden egyes fejlesztést fönt kell tartani és üzemeltetni kell, és itt azért ez egy aktív közös munkát feltételez a országgyűlési képviselő és a települési vezetők között. A pályázatok meghirdetésétől számítva egy körülbelül másfél-két hónapos időszakot biztosítanak a településeknek a felkészülésre, a pályázati anyagok összeállítására, majd a beadási határidőtől számított 60 napon belül a kormány kibocsáthatja a támogatói okiratokat, ezután pedig pár napon belül az önkormányzatok számlájára a támogatás összege is megérkezik majd. A településeknek nem szabnak határt, hogy hány kijelölt célra pályázhatnak. Ezt maguk dönthetik el, illetve azt is, hogy mely prioritásokat részesítik előnyben. A tájékoztató helyszínét biztosító vásárosnamény a TOP forrásainak köszönheti az elmúlt évek fejlesztéseit. Közel 3 milliárd forintnyi az a forrás, amelyet sikerült lehívnunk. Ezek jelentős része a befejezéshez közeledik, ezen projektek lezárása. Itt mindenképpen említenem kell a kerékpárutunkat, aztán az óvodafejlesztést, aztán ott vagyunk azon területen is, amikor nem kimondottan infrastruktúrát bővítünk, hanem a vállalkozásokat segítjük. Itt a foglalkozási paktumot kell említenem. Aztán a kettes szegregátor fejlesztése nagyon fontos volt, kiemelt feladata volt a városunknak, de az ipari területen is beindulnak hamarosan a munkálatok, és a zöldváros projektünk is nyert. A kormány a közeljövőben egy kisvárosi fejlesztési programot is indít azoknak a települések vagy városok számára, amelyek lélekszáma meghaladja az 5000 főt.